magyar hangok. Dányi Krisztián, Dobó Enikő, Nemes Takács Kata, Pál Tamás, Mózer Károly, Kap Dániel, Bertalan Ágnes, Rosta Sándor, Hámori Eszter, Herman Lilla, Sági Tímea, Fekete Zoltán, Magyar Viktória, Ágoston Péter, Szabó Luca, Fehér Péter. Magyar szöveg Szatmári Bence, hangmérnök Horváth István, vágó Mendre János, rendezőasszisztens Szász Andrea, gyártásvezető Terbós Nóra, szinkronrendező Pap János István, producer Kovács Zsolt. A szinkront az RTL Magyarország számára a Synchron Systems készítette. A szerelem receptje. Sen. Köszönöm. Jól van, most már ne pityeregj. Gyere, mossuk meg az arcodat, rendben? Rendben, jól van. Te, Szena Jakir, fogadod Aydin Aslant hites férjedül? Igen! Ezerszer is, igen? Tanúsítják az esküjüket? Igen. Igen. Ez az! Az állam által ránuházott hatalomnál fogva házastársaknak nyilvánítanak titeket. Durrancs! Robbancs már! Ezek a selejtes vackok nem durrannak. Lesznek, srácok! Gesztenye szemem! Nézd! Tudom, hogy nem akarod, de... egy új szerelem elfeledtetné. Magamat akarom gyógyítani, néni.
Bízd rám. Meggyógyítom a szívem. Ne aggódj. Mindenki titeket keres, gyertek már! Ne pityereg, szultanám! Mi vagyunk a házigazdák, mutassuk meg nekik, hogy kell táncolni, ha? Gyerünk! Táncra fel, srácok! Nem. Kérlek. Azt kivonzom. Gyere már. Ne kérdezd magad ettől, lány. Menj táncolni. Gyere. Hey, egy esküvőn előbb sírni kell, aztán mulatozni. Gyerünk. Gyerünk, kisasszony, táncra. Tudom, hogy nem keringő vagy rangú, de mi így szoktunk mulatni. Nem a Marson nőttem fel. Akkor mutasd, mit tudsz. Köszönjem meg neki, hogy varázslatossá tette a könyv bemutatómat. Jó szerelem, Doki. Hívd csak statisztának, majd meglátjuk, kié lesz a főszerep. Kis előkelő. Hogy fennhordja az orrát?
Valahonnan ismerős, de nem tudom, hogy honnan. Szevi, te ismered őt? Kit? Rossz a látásod, vagy mi? Engem látsz? Őt nem látod? Nem látod, hogy teszi magát az én kis firátomnak? Ők ketten csak barátok. Ha? Csak barátok. Szultán néni, tud még adni egy kis húst, ha megkérem? Vegyél nyugodtan. Jól van, megyek, kiszedem neked. Ergin bá! Mi a helyzet? Az ott nem a szerelem doki nője. Firát vásmárolta le a csajt a tévében, ugye? Srácok, mi ez a pletykálás? Csend legyen, ő nem a doktor barátnője, hanem a mi barátnőnk. Várj, mutassátok! Inkább ne, Szultán néni, obszén dolgokat mutogatnak. Hadd nézzem, kérem ide, Szultán ne nyúlkálj! Mi ez? Már is mondom. Szultán néni, ezek pornófilmet néztek, nem kell az ilyet látni. Itt maradsz! Pornófilm? Firat Karasu főszereplésével? Egy, kettő, három! Ez nem az, aminek látszik. Ti menjetek. Szultán néni! Szultán néni, várjon! Csak jól érezni magát, itt szépen gyerünk, a földre! Gyerünk, fajtás, nyomjak! Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Nyomjak! Ez az! Szultán néni tudomást szerzett a csókról! Nem mondod komolyan. Szívódj fel, mielőtt idejön és letépi a fejedet! Ja, ne különök, haver! Siess! Güli! Várjátok, már az a jóképű férfi most nézett ki magának a szemében. Óvatosan kapaszkodj! Kapaszkodom! Mondtam, nem ugyan ugyanunk össze-vissza, táncolni! Engedjetek el, anya! Tessék táncolni! Szultán én is táncolok! Eresztetek már el az anyára! Vigyázzatok óvatosan! Rosszul vagy? Ne már, ezek el akarnak rabolni, segítség! Güli, nyugalom, csak mi vagyunk azok, ne félj már! Firat, ez egy szép lány, aki a szép, az nem szerencsés, én már csak tudom, szerelmes vagy, ugye? Ki, hogy én? Nem is csodálom, hogy beleszerettél Firatba. Várjon, hogy én ő belé? Firat, adj már neki egy kesét, hát olyan szép lány, megzobálom. Güli, neked mi az ördögöt adtak be? Láttalak benneteket csókolózni, tudjátok? Hol láttál, Güli? A telefonomban. Benne volt Güli. A telefonomban, ne hozudjatok! Most Güli, is csókolj meg, most Güli, is csókolj meg! Güli, ha most megfelel, beszélgethetünk. Hova tűntek ezek ilyen hirtelen? Bemegyek, megnézem. Várjon, Szultán néni, most meg hová megy? Be a házba. Á, ne, nem mehet. Oda bent veszekednek az anyósok. Nurdenék! Ők bizony. Firáték Aydin házába mentek, gyorsan csípje nyakon őket. Fusson, Szultán néni, gyere, fusson, menjünk, fusson, anya, fusson, 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 elege van belőletek. Fusson, fusson. Firát, nagyon sokkal tartozom.
Főleg azok után, amit ma tettetek. Örökké hálásak leszünk, pajtás, köszönjük. Ne vicceljetek már. Nekem a testvéreim vagytok. Ne hálálkodjatok nekem. Firat, mi még nem is táncoltunk. Pótoljuk be, hív táncba. Gyere. Hölgyen. Ben bal arısı gibiydim senden önce. Bak pervanelere döndüm seni görünce. Yana yana kül olsam her an yine de senden ayrılamam. Yoluna adadım ömrümü ben sensiz olamam. Yana yana kül olsam her an yine de senden ayrılamam. Bin yıl yaşasam yine sana doyamam. Sana gönlümü verdim ey nazlısın. Keşif. Seni almazsam gözlerim açık gider. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Yoluna adadım ömrümü ben, gel kaçma güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Sana gönlümü verdim nazlı güzel. Sana gönlümü verdim ey nazlı güzel. Seni almazsam gözlerim açık gider. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Yoluna adadım ömrümü ben, gel kaçma güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Sana gönlümü verdim nasıl güzel. Kifárasztottunk ma, igaz? Gondolkozom. 7-8 üdítős dobozt pakoltam ki. Számtalan tányért, lábost és széket. Kiporcióztam 100 főnek a sült húst. Mogyorót osztottam. Táncoltam a zenétekre. Ó, és azt a részegnőt pátyolgattam. Egy kicsit elfáradtam. És el sem mondtad, amit akartál. Szívesen elmondanám, de félek, hogy földrengés folytaná belém, vagy özönvíz. Ezúttal végighallgatlak. Firetsév, kellemetlen helyzetbe kerültünk. Az, amit az étteremben mondtál, arról, miért szeret főzni, sem nem őszinte embernek gondol. És az alapítvány látni akar. Azt akarják, hogy beszédet mondj az estéjükön. A lényeg, hogyha szeretnél visszajönni az étterembe, nincsen akadálya. És te mit gondolsz erről? Én még mindig haragszom. Világos. Szóval csak az alapítvány miatt vagy itt. Mindegy, hagyjuk. Most mi bajod van? Azt akarod, hogy könyörögjek. Látom, mennyire élvezed a helyzetet. Már ne is haragudj, de arra hiába vársz. Én nem lelem örömömet másnak a szenvedésében. Nem vagyok olyan, mint az a kamu szerelem, doktor. Mi bajod van Thailannal? Egyáltalán nem olyan, amilyennek hiszed őt. Hogyne. Tökéletesen illik hozzád. Egy valódi úriember. Igen, így van. És mellette érezted ennyire jól magad? Nevettél vele ennyit? Sőt, nevettél mellette akár egyszer is? Nem értem, mire akarsz kiukadni. Amikor tegnap megcsókoltalak, a pasid műsort csinált. Nem vér folyik az ereiben, hanem punnyat jegestea. Tegnap már átléptél egy határt, és most komolyan a kapcsolatomon élezed a nyelvedet? Nem is értem, mit keresek itt. Te is érzed. Csak kimondom, amit látok a szemedben. Ő figyel rád? Lát egyáltalán?
vagy felöltözve. Nem mész be az étterembe? Nem megyek. Haver, a lazaságnak is van egy határa. A lány le fog mondani rólad, ha ezt így folytatod. Már feladtam. Miért? Ez a bosszú állósdi nem nekem való. Félre át, most miért estél így össze? Mert nem fog sikerülni. Nem fog szakítani a doktorral, és a doktor sem szakít vele. Mindegy, lehet tényleg szeretik egymást. Mindent értek. Te még nem láttad. Mit? Ezt. Nas Soiler rejtélyes pillantása. Nas Soiler, a híres szerelem doktor Thailand Günebakan barátnője, egy érdekes fényképpel lepte meg az olvasóinkat. Vajon ki ez a férfi, akire a kisasszony ilyen áhítattal néz? Lehet, hogy ugyanaz a férfi, akivel a színpadon elcsattant a csók? Ki készítette ezt a fényképet? Nézd, nem az számít, hogy ki készítette. Mindegy, nem ez a lényeg. Ne erre koncentrálj. Az a lényeg, hogy ezen a fényképen minden érzés szerepelt, amit egy nőtől látni szeretnél. Nézd meg ezt a fotót. Sugárzik belőle a szerelem. Ezek után képzeld el a szerelem doki fejét. Férát, a tervünk mozgásban van, barátom. Nem érdemes most feladni. Még a csókot sem sikerült elrendeznünk, erre most még ezzel a fényképpel is foglalkoznom kell. Hadd kérdezzek valamit. Nem, szándékosan alász téged, vagy van valami más a dolog mögött. Légy őszinte! Egyértelmű, Neslihan. A magazin megpróbál lejáratni bennünket, de én ezt nem fogom hagyni, nem kell félned. Na, hagyd már ezt a süket dumát. A csatorna igazgató rágja a fülemet, te meg jössz nekem a marhaságaiddal. Konkrét válaszokat akarok. Mindent intézek. Megbízhatsz bennem. Majd beszélünk. Attila! Thailand úr? Hívd ide az újságírókat! Egy-kettő! Siess! Újabb botrány? Ez meg hogy lehet? Mi történt? Nekünk befellegzett. Miért idegeskedsz ennyire? Felejtsd el, bátyám, nem fontos. Mutasd meg. Mondom, hogy nem fontos, drágám, felejtsd el. Ez micsoda? Mindenki rólunk fog beszélni. Pletykatárgyává válunk mások szemében. És ez borzasztó. Én ezt nem értem, Feza. Miért hozza magát ilyen helyzetbe? Nem véletlenül mondtam nekik, hogy mi hamarabb keljenek egybe. Thailand egy Nashoz méltó férfi. Mégis ki ez a vadember, és hogy került a lányod mellé? Mit keresít? Miért táncolnak? Nem értem ezt az egészet. Te folyamatosan furnának a fejemben. Édd meg ezt. Nem kellett volna annyit inni. Ne haragudj már rám. Én azt hittem, hogy sima limonádét iszom. Mit kiabálsz? Mondom, hogy fáj a fejem. Mit titkolsz előlem, lányom? Semmit. Nem mész sehova. Csss, mutasd azt. Hadd lássam. Hadd lássam. Mostantól fogva mindenről én tudjak először. Anya. 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 Kérlek, ne bosszants fel magad, jó? Csapdát állítottak. A doktor és a szeretője csapdát állított az én drága Firatomnak. Szután, azt mondod, hogy ezek csapdát állítottak? Mi van, hogy a szervezettek? Az a nő már amúgy is bolond. Firat pedig erős, akár egy oroszlán. Mi van, ha bedrogozta Firatot? Mi van, ha megbabonázta őt, ha? Szután, mi van, ha... Igazából szervkereskedők, és elveszik Firat veséjét. Szultán néni, én nem akarom, hogy a fia a szerv maffia rabja legyen, és vese nélkül éljen. Tessék! Miket beszélsz már megint? Ne legyél idióta! Elment az eszed. Soha nem engedem, hogy összejöjjön vele. Csak a holtestemen át.
Na, szívem, jól vagy? Ne haragudj, de nem tudtam meggyőzni. Hidd el, hogy én mindent megtettem, ami tőlem telt, de túlságosan makacs. Várj! Te nem is tudod, hogy mi történt? Mi történt? Erre mi lenne a magyarázat, szerelmem? Tajlan, ez nem az, aminek látszik. Csak az étterem miatt találkoztam vele, nem is értem, ki fényképezett le. Tegyük fel, hogy hiszek neked. Mit fognak gondolni mások? Tudod te, hogy milyen helyzetbe hozol ezzel? Mindenki előtt megaláztál. Miért helyezed ezt az embert a kapcsolatunk elé? Tajlan, én nem tudom, hogy ez minek tűnik. A csókolózást épp hogy lezártuk. Erre itt van a következő botrány. Ennél figyelmesebbnek hittelek. Meg vagyok döbbenve. Hiába vagy megdöbbenve. Ez a történteken már nem változtat. Hm? Tajlan, ne emészd magad feleslegesen. Életem, mondd, hogy tudom jóvá tenni. Mondd meg. Nem tudom. Lehet, nem tudod jóvá tenni. Tajlan, ne csináld ezt, kérlek. Barátaim, kérem, kérem. És itt vannak az újságírók. Hiába volt az egész bemutató, nem fogják venni a könyvet. Ráadásul, valószínűleg nem kapok szerződést a következő könyvre sem. Tajlan, kérlek, ne csináld ezt. A mai nap egy nagyon fontos producerrel lett volna találkozom. A tanácsadói életemet akarták filmvászonra vinni. Úgy volt, hogy behívnak megbeszélésre, de nem kerestek. Valószínűleg már nem kellek nekik. Az is lehet, hogy a csatorna igazgató leveszi műsorról az adásomat, amin idáig dolgoztam. Ezt nem teheti meg. Na ez most mit csinálsz? Beszélek a sajtóval. Félre. Na az asszony, megmagyarázna a kérdéses fényképeket? Nyilatkozna nekünk is, asszony. Jó reggel, barátaim. A ma reggel megjelent fotó engem is nagyon meglepett. Rossz szándékú emberek támadása. Tajlan úrral a kapcsolatunk továbbra is harmonikus. A képen szereplő férfi csókolta meg magát. Tajlan úr őt kérte fel a szerepre? Hogy hívják az urat, hölgyem? Nincs neve. Ott van a férfi a fényképről. Kérem, miért kapcsolatban vannak Nászkisasszonynak? Bocsánat, elnézést. Kérem, ne is foglalkozzanak vele. Elnézést. Jön kicsoda, megtenni, hogy bemutatkozik? Firát vagyok, az étterem szakácsa. De jó, hogy itt vagy, barátom. Igen, ő itt a séfünk, és egyben jó barátunk, de ne vele törődjenek, inkább hallgassanak meg engem. Tajlan úr, köszönjük, kérem, Tajlan úr, figyelünk! Az én Nazommal, az én szerelmemmel, a legjobb barátommal egybe fogunk kelni. Szóval mindenki, aki éket akar verni közénk, nézzen magába és szégyellje el magát. Az egész ország előtt akarlak megkérni. A séf barátunk és az újságírók hada előtt. Leszel a feleségem. Szerelmem. De mit keresel még mindig itt? Épp az előbb magyaráztam el. Nász, ne mondd nekem, hogy visszavetted ezt a pasast! Tajlan, kérlek, ezt most ne kezd el! Kisasszony, megkértél, hogy legyek az étterem séfje, és én elfogadtam. Azért vagyok itt, mert visszahívtál. Én ezt nem hiszem el! Hogy vehetted vissza ezt a vadembert azok után, amit a könyv bemutatón csinált veled? Milyen vadembert, ha? Kit nevezelte vadembernek, te gyökér? Jól van, elég volt, fejezzétek ezt be! Viselkedjetek már! Beszélhetünk az irodámban, Tajlan. Menjünk. Ho,
Hogy lehet ilyen pofátlan? Mégis miért kérted meg a kezem az újságírók előtt? Azt hitted, azért állok ki, hogy ezt csináld velem? Szerelmem, hidd el. Ez csak kettőnkre tartozik. Nem kellett volna ezt csinálnod. Igazad van, de így is különleges volt. Amit tettél, egyáltalán nem volt korrekt velem szemben. Mindenki előtt egy lehetetlen helyzetbe hoztál engem. Egy pillanat, szerelmem. Azt hittem, hogy a kapcsolatunk jó irányba halad. Hogy lépésenként haladunk a házasság felé. Vagy nem szívből mondtál nekem igent? Tylan, elég jól ismersz már. Nem szeretem a Rivalda fényt, nem akarok magazinok címlapján szerepelni. Az egész lánykérésből egy sztorit csináltál. Életem. Már régóta kerestem a pillanatot, amikor megkérhetem a kezedet.